megmutatjuk, hogy a napelem tábla hogy viselkedik különböző fényviszonyok hatással. Nem mindennapi szemléltetőeszközök segítségével, kísérletekkel kezdődött a Napnál világosabb címet viselő energetikai tudásmegosztó és toporzónap rendezvénye, melynek az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ adott otthont Salgó Tarjánban. Az esemény a napenergia felhasználás népszerűsítését hivatott szolgálni. Ebben jócskán van elmaradásunk a világban. Szomorúan kell mondanom, hogy Európában, Magyarországon van a leghatalmasabb helyzetben a napenergia hasznosítása. A napelemmel termelt villamos áramnak a hasznosítása. Ha kimegyünk a határon túlra, Szlovákiába, minden önkormányzat mellett, ahol van használható terület, napenergiaerdők települtek. Ugyanez a helyzet Romániába is. Egy példát szeretnék mindjárt éresben elmondani, ha most Gyöngyösviszontán sikerül mégis egy 18,6 megawattos telepítést létrehozni, akkor összesen lesz körülbelül 23 megawattunk az egész országban. Romániában 1860 megawatt. Bulgáriában szintén ilyen nagyságrendben van telepítés, és ami nagyon mérvadó számunkra, hát ugye nekünk a gazdaságosságnak a szakértelme az úgy Németország felé kell, hogy irányuljon. Németországban tény az, hogy már tavalytól minden német család napenergiával termelt áramot használ. Ezzel a német villamosiparnak körülbelül a felét birtokolja is a lakosság, és ugye továbbra is a német családok jelentős része a gyereknek nem bankbetétet vásárol, hanem napelem részvényt. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tagjai szerint a napenergia hasznosítás elterjedésének egyik komoly gátja, hogy kevés a rendszereket üzembeállító szakember az országban. Ezért a szövetség gondozásában pár éve már elindultak kihelyezett szakképzések Magyarországon. A szövetségnek, aki most jelenleg körülbelül 300 tagban látott számlál meggyőződése, hogy a harmadik évezred a napkorszak évezrede kell, hogy legyen, sőt már a 21. 22. század is illene, hogy az legyen. Ez nem a hivatalos álláspont, viszont mi a szakértelemmel alátalmazva tudjuk bizonyítani, hogy csak ennek van létjogosultsága, és biztosok vagyunk benne, hogy nekünk lesz igazunk. Természetes, ha valamilyen érdekkörök, energialobbikörök azt akarják, hogy valami ne váltsa föl, akkor hol kezdi? Ott kezdi, hogy nem engedi be a szakképzésbe. És szomorúan kell kijelentenem, hogy a napenergia hasznosítás a szakmunkás képzésből Magyarországon még mindig ki van felejtve, nem mondom, hogy ki van tiltva, mert ez csúnya szó, egy a lényeg, hogy nincs benne. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség azért döntött úgy 2 éve, hogy akkreditáltatja a képzést, és felnőtt képzésként beindított 3 képzési formát. Az egyik a legfelső tanúsítványok mutatja, hogy ezeket a bizonyítványokat tudjuk kiadni, az a napelemszerelő, önálló napelemszerelő. A következő tanúsítvány a felelős műszaki vezető, tehát a naperőmű telepítésének a felelős műszaki vezetője. Nagyon fontos, mert ha nincs felelős, akkor ugye nem lesz garancia, hogy 25 évig működik. És a harmadik pedig alacsony iskolai védettségűek részére napelem szerelő segít. Ugyanis oda kell engedni a alacsony iskolázottságú embereket is ehhez a szakmához, mert tudnak valami hasznosat végezni. A rendezvényen elhangzott az is, hogy Salgó Tarjánban már szeretnék az újra induló felsőfokú képzések kínálatába is beilleszteni a szakemberek oktatását. A közelmúltban folytatott tárgyalások minden résztvevő fél szerint biztatóak. Salgó Tarjánra azért el kell mondani, hogy ennek a szülő hazája, ennek a napenergia hasznosításnak Salgó Tarján volt. Először itt kaptunk a munkahelyi központtól támogatást. 2 is, hogy képzést indítsunk. Utána úgy itt kezdtük a lakrejtőt tartatni a képzést. Itt van az ország egyetlen napenergia hasznosító szaktanterme. És nagyon jól tudjuk, hogy a felelős műszaki vezető képzés mellett, ami ugye mérnöki végzettség leggyakrabban, nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak a szakmunkás képzésbe, hanem a felsőoktatásba is bekerüljön. Hál' Istennek az Óbuda Egyetemmel már megvan a megegyezés, az önkormányzattal is megvan a megegyezés, hogy a Magyar Napelem Napkollektor Szövetséget megbízza, hogy
2015 őszére készítsen elő egy kísérleti képzést, ami egyfél éves képzés, de ez már az Óbuda Egyetemnek a szellemi hátterével, szellemi végnökséggel fog végfolyni, és utána, ha ez sikerül, akkor ráépítünk majd egy posztgraduális képzést olyan mérnököknek, olyan műszaki végzettségű embereknek, akiknek ugye hasonló végzettségük, például épületgépész vagy villamos mérnöki végzettségük van, és a tervek szerint egy 7-fél éves képzésnél a nappali képzési rendszernek is a része lesz. Ez a napokban már elkészült ez a tervezet, akreditáltatni kell ezt is külön, és a Konstruman, ugye ami Magyarországon a legnagyobb ilyen energetikai kiállítás, ott hivatalosan is úgy néz ki, hogy meg tudjuk hirdetni.